Hová lettek magyar népnek élő tükörei? Ez a keresztény hozzáálláshoz, és amikor például a katonái káromkodtak, vagy amikor a császári serejektől zaklatásokat kellett elviselnie, akkor mindig a Te Deummal téged... Szárnynak az én ősöm vezette. Szilágyi Erzsébet, Ten keresztül vagyok, vele rokonság. És a férfi ágon utódai, a verebek azonban valószínűleg csak anyai ágon jutottak a vitás helység. A szikleán megjegyzendő, ez a család az ács nemzetségből származik. A hunyadi ősi birtokos magyar nemesek voltak, a magyar királyok adományából, vagy legalább engedélyéből címer használati joggal több nemzedéken keresztül. A vezetéknév használatához, ugye a magyar nemzetségeknél több vezetéknevet használtak, ez a gyakorlat volt. Innen magyarázható az, hogy ugyanazon régi nemzetségek és az tagjainak különböző diplomákban más-más nevekkel fordulnak elő, hiszen az adományokkal és vásárlásokkal, birtokszerzésekkel változhatott az előneve, és ezzel más családhoz tartozónak próbálták beállítani. És azt mondja, hogy ugye most próbálok ugrani, mert nem fogok benne maradni az időben, de ha lesz majd kérdés, akkor azt mondja, tehát tegyük fel a kérdést, hogy a Hunyadi székely volt-e. Itt van az okirat, hogy Johannes Szekelde Hunyad regni gubernátor. Tehát ugye ebben a oklevélben egyértelműleg neki a családi neve Székely. A nemzetség neve a Holló, a Korvin. És azért a Korvin nemzetség nem csak akkortól lett Korvin nemzetség, amikor Hunyadi János megjelent, illetve a Mátyás király. A Korvin nemzetség az a három nemzetségnek az egyik olyan nemzetség, a Trium Generum Siculorum, amely korábban is az Árpád-kori mindenhol létezik a nemzetség a maga birtokaival együtt. Ebben az esetben, amikor az oklevél azt mondja, hogy Johannes Korvin de Hunyan, akkor a nemzetség nevét említi meg. És azért próbálom, hogy ez a név kialakulás, ez a 15. századig kezd gyakorlattá válni, de itt is a vezető rétegnél van egy mozgás. Az én fölmenő ősöm ebben az időszakban Berendi Bak János volt. A Berendi volt az előneve. Ugye, és azért volt a Bak, mert a család a nemzetség nevet használta, de még egy másik nemzetséghez tartozó személy az a címerbe rögzített és mutatta jelen, hogy ő a nemzetséghez tartozik, ehhez az tartozik a Szilágyi. A Szilágyi egyik oklevélbe Szilágyinak, a másik oklevélbe Baksának, a harmadiknak pedig Keresztúrinak hívják. Ha nincs összehangolása az okleveleknek, akkor arról gondolja a kutató, hogy önálló családokról van szó, de szerencsére ezek a dolgok egyben maradtak. Azt mondja, hogy a székely hunyadi tiszta származásának besötítése komoly, probléma volt, ez a Supplex Libellum valahol kezdődött 1791-ben. A Hunyadi János kormányzó se nem volt a Zsigmondnak a törvénytelen, se nem természetes fia, és nem származott se román, oláv vagy vlach családból, a Hunyadi székely családból vette a nevét. És majd egy-két adatot föl fogok mondani. Tehát azt mondja, hogy a kortárs szerzők, tehát a Ranszánusz, Túróci, Bonfin és a Carbo, továbbá egy olasz 1454-es kézirat, egyik sem írt semmit Korvin Hunyadi János román származásáról. Abban tehát meg sem említették ezt a kérdést.
És ugye tovább menve azt mondja a Petrus Ransanus a magyarok történetének rövid fogalata, melyet a szerző 1409-ben fejezett be. A szerző a Mátyás halála után hazautazott a Nápolyba, a Bonfili a kéziratnak Budán maradt első változatát használta fel, és erről készült Pécsi Lukács 1579-es Ransanus kiadása is. És ugye a Turóczi János, amelyik ugye a kronikájában 41 magyar királyt és vezért is felsorolt, ő azt írja, hogy van a Hunyadi Jánosnak egy testvére, egy Székely János bán, ki a Rigómezei ütközetben esett el, és a kormányzónak rokona volt, és Hunyadinak is neveztetett. Tehát ugye ezek a kordokumentumok, amely ugye kezdik ezeket a mozaikokat. De ha a 16. századi szerzőket nézzük, az Istvánffy Miklós, aki történeti íróként, és ő folytatta Bonfininek a munkáját, tehát ugye az 1490 és 1613 között eseményeket dolgozta fel. Istvánffy szerint a Székely János az oláhok, tehát ugye a románok és a rácok, ugye ide bejöttem a mostani, ugye a szerbek, Szikulánnak hívják. Tehát nem hívták a románok sem románnak a dolgot. A másik pedig, ugye meg kell nézni azt, hogy ugye nem tudok minden érvet felsorolni, de a Hunyadi úgynevezett kononokságot is örökölt, és az apja, a velebélye levő Alvajda és kanonok, ez a családnak van, és ott fölépítik Mátra velebélyen azt a kor egyik legnagyobb zarándok helyi Mária tiszteletet, ami ma szintén arrébb a Szent Kultra helyezték át, és ugye ott levő látogatáson alkalmával mondták azt, hogy akkor, amikor átvitték a Máriát a mai kegyhelyre, akkor a lakosság látta azt, amikor Mária visszament. Tehát ugye ez egy óriási hiba a egyházi politikának, hogy azt gondolják, hogy az Istent meg a Máriát mozgatjuk. Nekem ott szimpatikusabb, ez nem így van. A teremtő mindig el tudja dönteni, hogy az adott pillanatban milyen, hol és milyen formaként van jelen. Tehát ugye a 16. század, a 18. században szintén ugye az Aranka György, ugye, amelyik 1737-ben született és 1817-ben halt meg, aztán a Fejér György, ugye a Katrinai István jezsuita történész, a Kercselik Boldizsár Ádám, aki horvát történetíró volt és egy óriási munkával, ugye mindegyik azt igazolta, hogy a Hunyadi Székely eredetű, és a Székely nevére vonatkozóan a Kercselik még külön erre kitér. Aztán ugye a Katona István is, ugye a Katona István történetére munkájában ő is említi a Hunyadi János Székely származását. Magnificus Johannes de Szekelnek mondják. Johannes de Hunyad regni gubernatoris. Tehát ugye a Hunyad az egy kapott birtok. Ő annak a területnek, és azért mindig hangsúlyozom, a Arad megyének a középkorban mi voltunk az alispánai, és a Vajda volt az ispán. Tehát mi voltunk a legnagyobb. Mi adtunk 30 települést, Aradnak nem volt akkor a birtoka, hogy már adományozója az egyháznak, mint mi. Mi helyeztük be Arad megyébe, az Aranybányákba és a birtokokba a Hunyadi családnak a két fiát, a Hunyadi Lászlót és a Mátyást.
Az én oldalában rokonom, ő volt a király ember, és kaptam őt. Egész szoros kapcsolatban vagyunk, és a Szilágyi családon keresztül pedig rokonságban is vagyunk, és a családunk évszázadokon keresztül fenntartotta, hiszen mi a fejedelemségben voltunk, tehát ez az információ másként rögzült az erdélyi kultúrába, történelemben, mint Magyarországon, a Buda felszabadulása után a Habsburgok által felépített elit tudományos környezetében. Tehát azt mondja, és még a genealógiáról is egy pár szót mondok itt. Tehát azt mondja, 1934 májusában a Páter Uszdolci Zadrovec István közzétette a Mátora Velebbé Szentkút tette egy történetét, amelyben közli a történeti részében, hogy Hunyadi János az ott birtokos Velebb családból származott. Ma is ünneplik Mátora Velebbéjen, és tartják is, és ennek az albajdának a sírja is látható. Ugye a társadalom úgy viselkedik, hogy nagyon szeretik a tévinformációt fönntartani és hagyományozni, annak legalább akkora ereje van, mint az okiratnak. Erre nagyon jó példa a szabadságszobornak a kérdése, amire rámondták azt, hogy a Horthy Miklós fiának lett megépítve, és az került oda. Miközben a szobrász, Kisfaludi Strót, ő maga könyvében nyilatkozta, hogy ez hazugság, rágalom, ezt terjesztik róla. Társadalomban tökéletesen beépült ez a fajta dolog. Nem egy értelmiségében találkoztam, amelyik ezzel érve, hogy az a Horthy István készült, a Horthy Istvánnak szobor, csak az nem egy ilyen volt, hanem egy ilyen szobor, ahol a repülőt próbálta. Tehát azt mondtam, hogy ez egy nagyon fontos. Ugye az okiratok az iratok, és ugye ha elkezdünk kutatóként gondolkozni azon, hogy egy gróf Teleki, aki kollaboráns volt a Habsburgokkal, és elfoglalta annak a kastélyát, ami nekem az odalágú rokonom is volt, és utána ugye ő azt mondja, hogy ő látta a Mátyás királynak a családfáját, és amivel román származású volt az nekem. A évszázadokon keresztül bizonyos területnek vannak történelem térképen látható dokumentuma. Ha oda van írva, hogy Kun ország, akkor most nem tudom, hogy a románok, a kunok, azok románok, olávok, akkor mit tudom. Ha az Oláország lett volna, azt mondták volna azt, hogy Oláország az egésznek. Na most a másik kérdés az, hogy az ott levő vezető réteg, aki kenyész. Ebben az esetben a Hunyadi kenész lett volna, de ha kenész, akkor a Kun ország egyházi rendszere az pravoszláv görög lituson levő egyházról van szó, akkor a Hunyadi még nem volt görög lituson. Gyerekkorában egyszerűen bemártották, már tudom, fiam, te katolikus leszel az egésznél, ugye? Tehát ez egy kicsit furcsa a dolog, és felnőr, és szóval az a baj, hogy minden kornak megvan a hierarchikus rendszere. A mai napig is, és vidéken is úgy van, hogy a gazdag a tehetségesebb, jobb család keresi a gazdag a tehetségesebb család. Alulról jönni, ekkora pályafutást befutni, 5 millió hektár vagyonhoz a Hunyadi Jánosnak. Ezt a semmiből nem lehet. Még maga a Török Bálint, a enyingi Török Bálint a gyilkosságaival, mert sorra letilkolja egész fél Magyarországot, nem tudott hozzájutni. Török Bálint volt az, aki a Mátyás király unokáit megmérgezte. Tehát itt tartunk ezeknél a kérdéseknél. Tehát ugye itt tételesen föl van sorolva ugye a család fája is. Igen. Tehát a dolognak a lényege az, hogy Hunyadi Jánosnak az apja Velebélyen van, és Alvajda el van teremtve, és itt van egy genealógiai vonal, amelyik igazolja, és a másik dolog, amit igazolja az okiratok alapján, hogy Székely, van egy Torockó Szent Györgyön, a
Székelyvár és a Torockói, tehát a Szent György, abban az időszakban a Szent György Székely János, tehát a Hunyadinak a birtoka, és ott van a Székelyvár Torockon, ami a Hunyadi időszakában épült meg, és a Székely családnak, a Hunyadi családnak a emlékét őrizte meg a dolog. De ezt, ezek a kérdések, ugye ezek mindig jóval összetettek, de a kritika és mindig a vizsgálatnak az egyedüli érvrendszere az, hogy van-e hiteles dokumentum, amit az ember elővesz. És én a felsoroltak kutatók évszázadokon keresztül, aki ezt nyilatkozza, addig, ameddig a Teleki egyszer nem hangzott el a száján, hogy alternatívaként ott van a Székely névbér, de alulképzett volt, nem ismert ezeket a szerzőket. Azt írják egyébként is, a szerzők azt írják, hogy ez a holló a fővezér zászlaján Ázsiából jött be ide. Hát csak úgy begyalogolt ez a formát Ázsiában itt. És ugye itt csupa fingorok élnek, akik maximum lótenyésztéshez jönnek, ha értenek, ugye ezen az egésznek. És érdekes módon ugye kiderül az, hogy ma már egy népesség genetikai vizsgálatot nem lehet felülírni. Mert akkor jó rendben van, akkor vagy a történelem rossz, vagy a népesség genetikai vizsgálat. Tehát ha egyszer valami ezt igazolja, akkor azt is lehet, hogy mindenféle teszünk, és elindulunk a népesség genetikai vizsgálat, és elkezdjük végezni. Érdekes módon ezt a népesség genetikai vizsgálatot az angolok el tudták fogadni, és újra írták a történelmüket. Izrael pedig talált egy népet a hagyománya alapján, ahol népesség genetikai vizsgálatot megvizsgált, és azt mondta, hogy arab nyelven beszélő, tőlünk elszakadó, és így van, népről van szó. Tehát ma már a tudomány támogatja, és nekünk magyaroknak elsődlegesen ezt kell, és föl kell ébreszteni a politikát. Sokfelé mondtam, és mindig elmondtam, hogy ebben az országban akkor lesz őstörténete, független attól, hogy mi tudjuk, hogy van, akkor, hogyha ez a politikai oldalon, a nemzet alkotmányába is beépülik, hogy nekem is legyen alkotmányos jogom. Én nem magyar vagyok. Én nem magyar vagyok. Én ugyanolyan szkita vagyok, mint a magyarok, mint hogy a bajorra senki nem mondja azt, hogy sváb, mert meg fog sírni, lehet rá mondani, hogy germán. Ide szkita típusú népek jöttek be, lehetnek mindenfajta típusú népek, de ebben a dologban ma már van egy, mitől válik valaki, annak attól válik-e magyarrá, hogy magyar a neve, hogy magyar kultúrája van, vagy ő önmagát onnan tartja, vagy antropológiailag úgy néz ki, vagy a genetikája határozza meg. Ezek azok a 21. századi kérdések, amit egy országon belül, családon belül el kell majd dönteni mindenkinek, hogy milyen irányba megy, mert a név az ugyanúgy nem fogja meghatározni azzal, hogyha német eredetű neve van, akkor nem biztos van, hogy ő német, mert ennek a nagy európai mozgásnak, és itt a Kassler legutóbb, amikor a harmadik Bélának a genetikai vizsgálatát elvégezte, ugyanezt igazoltam, hogy a népesség genetikai vizsgálat, hogy ennek a kultúrának van egy egyetemes szorodása, és ma Európának, ha újra akarja inni a történelmét, meg ha bizonyos szempontokat helyére akar tenni, akkor elsődlegesen ezek a irányadó dolgok, és nem lehet elmenni olyan munkában, mintha egy Telek is mondja, mert ő egy Habsburgok által föltornászott arisztokrata család, mert meg kell nézni azt, hogy azok a magyar igényeket szem előtt tartó középkori időszakban, ahol a vezetőnek nem azért vált vezetővé, mert ő birodalmilag, meg gazdaságilag el akart vonni egy alá-fölé rendeltségi viszonyban, hanem a mellé rendeltség volt, a vezető azért volt, és a nép azért is választotta meg azért is meg, hogy ő visszaadjon és ne elvonjon. És ez volt a Hunyadi Mátyás. Mátyás királynak a palotája nyitva állt a társadalom előtt. Ahogy megjöttek a Habsburgok, ugye attól a perctől kezdve lehűlt az egész rendszer.
Tehát egy ekkora típusú amatőr dinasztia, amit Európával megcsinált, és ugye a második Ferdinándtal indult el az a fajta egész európai mai állapot, ahol arról döntöttek a birodalom, hogy Magyarországon minden magyar embert ki kell írtani, helyükre idegeneket kell telepíteni, a 16 év fölött, aki megmondanak a haját, ki kell tépni, kormányzókat kell behozni, meg kell változtatni a történelmüket. Ugyanez a genocidium 300 év múlva egy másik történelmi népet, a zsidóság ellen fordult, majdnem teljes népírtása. Ha Bethlen Gábor nincsen, akkor ma Magyarországon, Európában a magyar nép nincs. Két Európában, két népre birodalmi szinten hirdette genocidiumot. Ezt látni kell. El lehet menni, lehet ügyvisekelni, nem? Megelőztük a zsidóságot. Szerencsére volt annyi erő a magyar társadalomban, és itt szoktam elmondani, hogy az én családom akkor szegényedett el, hogy katolikusként 4 évek keresztül harcoltunk a Habsburg ellen, miközben a másik oldalon ott volt a Batthyány. Szóval ugye, aztán végül ugye beállt ez egy dolog mellé, de ezek az átmozgásokból ment. És az első világháború kérdésénél ugye mindenki ugye lehetett látni azt. A Batthyány család, a második Ferdinánd időszakában ő a császárnak volt az egyik. De ugyanez a második Rákóczi Ferencnél is. A Pálffy volt az a Pálffy, aki oda ment és megegyezett a Károlyival azzal, hogy azt fogja csinálni, hogy leteszi a fegyvert és fog kapni egy grófságot. 1711-ben leteszi a grófságot, 1712-ben a Károlyi Sándor grófá meg, és azért tudjuk az egész történetet, mert a Károlyi Sándor idején, a Károlyi, tehát együtt harcoltunk, mi főnemesek voltunk, ő köznemesként szaladt át a csatamezőn, meg is kaptunk tőlük a kardot, megmentettük a Károlyi Sándornak az életét. Tehát a minden annyit ér, amennyit az egyén a nemzet irányába eltesz, oda tesz, oda helyez. Ha tudja emelni a társadalmat, és ezt szoktam mondani, hogy Magyarországon is egy fejezetben két fajta ember van, az aki szereti a hazáját, van aki nem. Aki szereti a hazáját, az védi a természetét, tiszteli az embertársát, a szomszédját, a körülményeket, de nem, aki nem, az csak arra használja, hogy a lelke legtöbbet vonjon el, és vigyen el. Köszönöm szépen a figyelmet!